A Mosolyért Közhasznú Egyesület évek óta adománnyal segíti a Toldy Ferenc kórházat. Korábban légzésfigyelőt, infúziós pumpát, melegítőpárnákat, olajradiátort és inkubátort is ajándékoztak a csecsemő és gyermekosztály részére. Az egyesület elnöke most sem érkezett üres kézzel. Most jelen pillanatban két darab húzoximéter kerül átadásra. Különlegességük az, hogy nem csak hogy hordozható, hanem újszülöttökön csecsemők is tudnak újra vizsgálatokat végezni, valamint az egyik még EKG-t is képes mérni. A két orvosi műszert a csecsemő és gyermekosztály vezetője vette át. Úgyhogy hivatalosan akkor ezt át is adom önnek. Dr. Surányi Lajos köszönettel fogadta az egyesület újabb adományát. Mint mondta, a két pulzoximéter nagy segítség lesz a kisbetegek gyógyításában. Ez tulajdonképpen a súlyosabb, kritikusabb állapotú gyerekek folyamatos monitorizálására, megfigyelésére szolgáló műszer a életfontosságú funkciók működését detektálja, monitorizálja folyamatosan. Vannak ilyen műszereink természetesen, de hát ez egy nagyforgalmú osztály, és ezekből a nagyértékű műszerekből sosem elég. A két orvosi műszer mellett az egyesület egy televíziót is ajándékozott a fülorgégészeti osztály részére, ahol egy 4 ágyas gyermekrészleg is működik. Ennek a kicsit a komfortfokozása céljából szerettünk volna ott is tévét elhelyezni. Vannak játékok, próbáljuk úgy berendezni a kórteremet, hogy a kisbetegeink jól érezzék magukat az a pár nap alatt, amíg gyógyulnak nálunk. Az egyesület újabb adománnyal is szeretne kedveskedni a jövőben a Ceglédi Kórháznak. Az elnök két műszert is bemutatott, amik közül választhatnak majd. Az egyik egy nyitott inkubátor, a másik pedig a kék fénylámpa egy továbbfejlesztett változata. Jelen pillanatban ezt a két darabot mutattuk meg, aztán innentől kezdve az osztályvezető főorvos úgy dönti el azt, hogy szükségét érzi-e valamelyiknek a beszerzésére, amennyiben igen, akkor ezt megbeszéljük, és akkor az egyesület elkezdi a gyűjtést. Ha pedig más orvosi eszközre lenne szüksége a Ceglédi Kórháznak, azt is igyekeznek teljesíteni, mondta Nagy István. Az elnök köszönetet mondott a helyi és környékbeli vállalkozóknak, akik adományaikkal segítik az egyesületet, valamint a református általános iskolának is, amiért támogatták az idei jótékony akciót.